11-re elállt az eső. A napfénysugarak átszüremlettek a felhőn. Ebből bátorságot merítettünk, és ismerkedtünk a város nevezetességeivel. A Camino irodát is felkerestük. Úti történet. Mikor beléptünk a szállásaink szobájába, hangosan beszéltünk. Gyorsan hangerőt váltottunk, mert az egyik alsó ágyon egy kedves arcú ázsiai lány hálózsákjába bújva aludt. Ezt az arcot láttuk már sétálásunk közben. Magunkhoz vettük a szükséges dolgainkat, csendben átmentünk a társalkodóba. Az ajtóba visszapillantottam, a lány nyújtózkodott, és fal felé fordult, folytatta az alvást. Úti történet. Esti imára mentek be az emberek a Szent Jakab kapu melletti templomba. Halk egyházi zene szólt a hangszoróból. A tekintetemmel kerestem a papot, de nem találtam. Gondoltam, kihasználom az alkalmat, és addig fotózom, amíg nem kezdődik el az esti ájtól. Elég merészen kezdtem el a munkámat. Már vagy 10 perce fotóztam, de a pap még nem jelent meg a sekrestye ajtajában. A kívánt képeket elkészítettem, és a padsor utolsó sorába leültem, egy joviális arcú ember mellé. Egymásra mosolyogtunk, és csendben az oltár felé fordultam, fejemet előre hajtottam. 1 perc múlva a mellettem ülő megszólított, és megkérdezte, milyen nemzetiségű vagyok. Válaszoltam. Mosollyal tudomásul vette, majd felállt, és ott hagyott. Ő volt a pap. Bár nem vagyok katolikus, gondoltam, viszonozom ezt a kedvességet, amit nekem adott. És megvártam a mise végét, pedig semmit sem értettem belőle, inkább éreztem. Sötétedés után tértünk a zarándok szálláshelyre. A hálóban bemutatkoztunk egymásnak. 4 náció találkozott itt. Spanyol, koreai, német, magyar. A konyhában többen sürgölöttünk. Volt, aki leves főzött, volt olyan, aki teát készített, más a hűtőből vette ki az ételt. Közös nagy asztalhoz ültünk, és csendben jó ízűen ettünk. Fürdés után összepakoltunk, felkészültünk a reggeli indulásra. Kinn a szél fújt, és az eső verte az ablakunkat.